pápa és a legtekintélyesebb iszlám szellemi vezető találkozója a Vatikánban. 16. Benedek megszólalása a harmadik fatimai titokügyében. Három állam látképe egy kulcsukon keresztül, itt a római riportokban. A pápa a legtekintélyesebb iszlám szellemi vezetőt fogadta a Vatikánban. Ahmad al-Taib főimám, a kairói Al-Azhar iszlám egyetem rektora, amely a muszlim világban mérföldkő. A felek megvitatták a közel-keleti keresztények helyzetét és a keresztények és a muszlimok felelősségét az erőszak és a terrorizmus elutasításában. Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját ajándékozta a főimámnak, és egy békét és kiengesztelődést jelképező medált. Questo rappresenta il Vaticano e l'Università dell'Azhar. 2011-ben Ahmad al-Taib felfüggesztette kapcsolatait a Vatikánnal, tiltakozásul az egyiptomi keresztények megkülönböztetéséről szóló nyilatkozat ellen. Ezen kijelentések miatt a kopt keresztények is nehezteltek. 5 évvel később ez a köszöntés mutatja, hogy a sok különbség ellenére az újrakezdés lehetséges. A muszlim világ részéről ez a párbeszédre való készség egy jele. El cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre. Tenemos madre. Lehet, hogy gyakran elsiklunk fölötte, de a szűzanya mindig megjelenik Ferenc pápa beszédeiben és katekézisében. A pápa lelkületében egyértelműen felfedezhető a megújító szellem, ugyanakkor ott van egy nagyon erős és gyöngéd áhítat Isten anyja iránt. Nagy megilletődéssel imádkozik minden egyes alkalommal Mária szobra vagy képe előtt. A csomókat feloldó Szűz Mária különösen is közel áll a szívéhez. A csomókat feloldó Szűz Mária minden problémát megold, és megszabadít a gonosz mindenféle csapdájától. Azok számára pedig, akik rendszeresen követik Ferenc pápa tevékenységét, köztudott, hogy minden egyes útja előtt és után ellátogat Rómában a havi boldogasszony kegyképhez. Az is megfigyelhető, ahogyan az üdvözlégyet együtt mondja az zarándokokkal. Emellett mindig magával hord egy rózsafűzért. Mexikóban a Guadalupe-i Szent Szűz előtt 25 percet imádkozott, miközben a tömeg rávárakozott. A fatimai Szent Szűz előtt pedig még pápasága első idejében azért imádkozott, hogy vegye pártfogásába a szegényeket és a kirekesztetteket. Ezek a cselekedetek a pápa hitének egy fontos részét mutatják. Mária olyan lényeges az egyház életében, akár csak egy anya egy családban. Y el que no quiera María como madre, la va a tener como suegra. Szerda reggelenként, mielőtt kihallgatást tart, a pápa lelkes tömegen keresztül utazik a pápa mobilon, hogy üdvözölje a zarándokokat. Legutóbb Lázár és a gazdag ember példázatát magyarázta a híveknek. Presenta dos modos de vivir que se contraponen. El rico disfruta de una vida de lujo y derroche. En cambio Lázaro está a su puerta en la más absoluta indigencia. Y es una llamada constante a la conversión del opulento que este no acoge. Ferenc pápa szerint ez a példázat ma is időszerű. Azt mondta, hogy a probléma nem a gazdagsággal van, hanem hogy figyelmen kívül hagyjuk az ajtón kopogó lázárokat. A gazdag ember nem a vagyona miatt kerül pokolra, hanem mert nem törődik a szegényekkel. Excludendo Lázaro,
non ha tenuto in alcun conto né il Signore né la sua legge. Ignorare il povero è disprezzare Dio. E questo dobbiamo impararlo bene. Ignorare il povero è disprezzare Dio. Adesso il ricco riconosce Lazzaro e gli chiede aiuto, mentre in vita faceva finta di non vederlo. Quante volte, tanta gente fa finta di non vedere i poveri. Per loro i poveri non esistono. Egy kéréssel fejezte be a kihallgatást. Mindannyian nyissuk ki a szívünket. La misericordia di Dio verso di noi è legata alla nostra misericordia verso il prossimo. Quando manca questa, anche quella non trova spazio nel nostro cuore chiuso, non può entrare. Se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta rimane chiusa, anche per Dio. E questo è terribile. A kihallgatás alatt a pápa különös szeretettel üdvözölte a lengyeleket, akik II. János Pál pápa születése napját ünnepelték. Ha megérte volna, ezen a napon lett volna 96 éves. A 2,5 éves kisfiút Juan Pablónak, magyarul János Pálnak hívják, úgy mint Károly Vojtilát, és ennek a barcelonai családnak az öröme és büszkesége. Down-szindrómával született, és egy árvaházban élt, amíg új szülei, Pili és Toni örökbe nem fogadták. Néhány héttel ezelőtt kapták meg az örökbefogadás hivatalos engedélyét. Rómába utaztak, hogy ezt megünnepeljék. Amikor a pápa meglátta a kisfiút, felemelték hozzá a pápa mobilba. Olyan volt ez, mintha az örökbefogadás a Szent Atya áldásával zárult volna le. Ünnepelni jöttünk ide, és egy különleges nap részesei lettünk. Megkérdeztük a többi gyermekünket, akik 16, 14 és 12 évesek, hogy mit szólnak az örökbefogadáshoz, és perceken belül igent mondtak. Mondtuk nekik, hogy ne gondolják, hogy a Down-szindróma nem számít, és nem okoz gondot. Nekik kell majd felelősséget vállalniuk, amikor mi megöregszünk. Igent mondtak, és most mindannyian nagyon boldogok. Barátaikkal érkeztek Rómába, Felippel és Cynthiával, és a szintén Down-szindrómás 4 éves kisfiúkkal Brunóval. Ők ismerték Juan Pablo történetét, és ők javasolták a barátaiknak, hogy fogadják örökbe. A javaslatunkra azt válaszolták, gondolkozni, elmélkedni fogunk a dolgon, és igen vidámak voltak. Az az igazság, hogy ez egy fantasztikus élmény. Nagyon szeretnivaló gyerekek, akik a családok főszereplőivé válnak. Látják, a mi kicsink egy örök mozgó. Tele van tiszta örömmel és jósággal. Láthatjuk, hogyan szereti egymást Juan Pablo és Bruno. Örömük átragad mindkét családra, akik magukkal viszik Spanyolországba azt a felejthetetlen élményt, ahogy a pápa megáldotta a gyerekeiket. A fatimai jelenések 3. titka újra téma lett. Nem is olyan régen, média szakértők a One Peter Five című honlapról 16. Benedek pápa teológus barátjának, Ingo Dallingernek egy felettébb szokatlan interjúját idézték. Az idős teológus arról beszélt, hogy 2000-ben az akkori Ratzinger bíboros azt mondta neki, hogy a fatimai titkok nem lettek teljes egészében a nyilvánosságra hozva. 16. Benedek pápa megtörte a hallgatást, és tagadta ezeket a neki tulajdonított állításokat. A nyugalmazott pápa kijelenti, hogy soha nem beszélt Dallinger professzorral a fatimai titkokkal kapcsolatban. Továbbá világosan megállapítja, hogy a Dallinger professzornak tulajdonított megjegyzések merőben kitalálások, abszolút nem igazak, és megállapítja, hogy a 3. fatimai titokkal kapcsolatos közlemény teljes.
Sajnos azóta is vannak olyanok, akik folyamatosan állítják, és annak adnak hangot, hogy a harmadik fatimai titkot még nyilvánosságra kell hozni. Az emeritus pápa szerint az egyik oka ennek az lehet, hogy a keresztény üldözés víziója a látomásban a mai napig folytatódik. È vero che oltre il momento indicato nella visione si parla, si vede la necessità di una passione della Chiesa, che naturalmente si riflette nella persona del Papa, ma il Papa sta per la Chiesa e quindi sono sofferenze della Chiesa che si annunciano. A harmadik fatimai titok teljes publikálása mellett II. János Pál pápa döntött még 2000-ben, akkor, amikor a látnokok legidősebbike, Lucia nővér még életben volt. Ha nem lett volna teljességgel nyilvános a három titok, akkor minden bizonnyal megszólalt volna a nővér, de nem tette. 5 évvel később halt meg, és egy elégedetlen szó nem hangzott el a részéről. Nehéz a pápaságot úgy megítélni, hogy mindössze 3 év telt el azóta, hogy 16. Benedek pápa lemondott és visszavonult. Született már azonban egy könyv arról, amely erre az örökségre reflektál. A könyv bemutatóján az emeritus pápa személyi titkára is jelen volt. Benedek pápa nem egy megvezetett komornyik miatt mondott le, vagy amiatt a pletyka miatt, ami a Vatilix következtében róla elterjedt a sajtóban szerte a világon. Sem árulás, sem az újságírók nem tudták volna erre a lépésre kényszeríteni. Ezek túl kis botrányok egy ekkora dologgal szemben. Roberto Regoli, a Pápai Gergely Egyetem egyháztörténelem tanszékének igazgatója, 8 éven át kutatott és gyűjtött anyagot, hogy a modern időkben az új helyzetet történelmi kontextusba helyezze. A szerző szerint Ratzinger teljes egészében elődei 6. Pál és 2. János Pál pápák nyomdokain járt, egy dologban még őket is felülmúlva, a vallási párbeszédben. Személyében és munkásságában összegezte az elmúlt 50 év örökségét. Mindazt, amit az elődjei tanítottak, a gyakorlatba ültette. Tőlük indult el az a kulturális párbeszéd, amit ő kibontakoztatott, és ennek következtében nem katolikusok és marxista liberálisok is képesek voltak szóba állni vele. Pápasága tanúsítja, hogy mit akart tenni. Krisztus tanúja lenni. Minden nagy kérdést és kihívást vállalt. Egy pápának nem kell külön keresnie a kihívásokat, hanem válaszolni kell az adottakra, és azokból abban a 8 évben bőven kijutott. Az emeritus pápa most visszavonult életet él. Sokat olvas, levelekre válaszol, látogatókat fogad, és imádkozik a vatikáni kertekben. Nagyon éles még mindig az esze, viszont 89 évesen nehezen tud már járni, de botokkal bátrabban megy, mert azzal biztonságosabbak a lépések. Június 29-én József Ratzinger papságának 65. évét ünnepli. Aki a 8 év pápaságáról szeretne többet megtudni, sok érdekességet találhat az Egyház krízisein túl 16. Benedek pápasága című kötetben. Ferenc pápa az ellentmondások pápája, akinek tapsolnak Kubában, szeretik az Egyesült Államokban. Könnyen meg tudja szólítani a tömegeket, rövid pápasága alatt elérte azt is, hogy az egyik legfontosabb politikai szereplője legyen a világnak, amit főként azzal ért el, hogy megtörte a formaságokat. Marcello Larrogai, újságíró és történész, annak szenteli ideje nagy részét, hogy Ferenc pápa sikerének kulcsát kutassa. A Ferenc kód arról szól, hogy komplex problémákra hogyan reagál a pápa egyszerű gesztusokkal. Ezeknek politikai jelentőségük van, itt és most nagyon jó stratégiának bizonyulnak.
A pápa nem akar ismert történelmi személy lenni. Célja inkább az, hogy a világ jelen problémáiban segítséget nyújtson. Eredeti megoldásai vannak, például az izraeli és palesztin elnököt elhívta a Vatikánba, hogy együtt imádkozzanak a békéért, vagy elment Lesbos szigetére, ahonnan muszlim menekült családokat hozott magával Rómába. Úgy tűnik, hogy Buenos Aires egykori érseke egyik napról a másikra a világ egyik legfontosabb vezetője lett. A szerző szerint Bergoglióban még argentinai évei alatt kialakult az a politikai látásmód, amelynek ma tanúi vagyunk. Természetesen Ferenc pápa politikai karaktere a kormányzásában rejlik. Vezetői szerepet már nagyon fiatalon betöltött. Mindössze 3 évvel a pappá szentelése után kinevezték az argentin jezsuiták tartományfőnökévé, amikor az országot egy katonai diktatúra vezette. Marcello Larogai úgy véli, politikai javaslatai mögött egy eddig ismeretlen hozzáállás érhető tetten. Az irgalmat lefordítja a társadalmi megoldásokra, és hidat képez az ellentétes nézetek között. Ő mindent megtesz, hogy az érdekeket félretegye, és békét keressen a különféle felek között. Az egyházat is mindenek fölé helyezi. Nem csak irgalmat kér, arra is felhívja a figyelmet, hogyha töredékesen is, de jelen világunkban egy harmadik világháború folyik, beleértve a klímaváltozást, a környezetet, a termőföldeket, amelyet az ember annyira kihasznál, hogy teljesen tönkreteszi életterét a szabad piac szellemében. Marcello Larogai Ferenc pápa életrajzi könyvének a szerzője, amely túlmegy az egyszerű adatokon, és megpróbálja őt, mint politikailag elkötelezett embert megérteni. A pápa nagyon egyszerű ember, de olyan dolgokat tesz, amelyeket nem könnyű első látásra megérteni. A könyv spanyol címe Codigio Francisco, mely bizonyára hamarosan magyarul is megjelenik, és elsősorban azoknak szól, akik jobban meg akarják ismerni Jorge Mario Bergogliót, az embert. Jézus feltámadása után az apostolok megkapták a Szent Lelket, és hirdetni kezdték az igét szerte a világon, minden veszély és kétkedés ellenére. Él quería una iglesia construida sobre una roca y lo que he hecho ha sido confundir a los hombres que organizan o que debaten y filosofan sobre sus palabras. Yo no soy un orador. Ni tampoco un filósofo. Estoy convencida de que es por eso, por lo que él te ha elegido. Felkeresik Máriát, mert ő mindenkinél jobban ismerte fiát, Jézust. Ez a Full of Grace, azaz Kegyelemmel teljes című filmnek a kiinduló pontja, amely Mária utolsó napjait és az apostolok kapcsolatát mutatja be. Pedro. Si él se ha marchado es tan solo para que lo encontremos. Él lo único que quiere es que lo busquemos. No consigo entenderlo. A filmben Péter az, aki mindenek előtt Mária vezetését és bölcsességét keresi, aki abban segít az apostoloknak, hogy jobb belátásra jussanak, és legyen bennük elég béke a missziójukhoz. La luz se irá apagando hasta casi desaparecer. Y os sentiréis como un diminuto grano de arena en la playa. Pero la luz nunca desaparece del todo. El camino de la fe trae consigo una promesa. La dulce promesa de que nunca seremos abandonados. Tudja bárki is, hogy miért állnak sorba ezek az emberek, és miért fényképeznek ennyit egy kapu előtt?
A válasz ebben a kis kulcsukban rejlik. Egészen egyedi, ahogyan középen a Szent Péter bazilikával ezekre a kertekre lehet rálátni. A római Aventinus dombon található nagymester villája több mint 700 éve a máltai lovagrend tulajdona. Ez egy folyamatos turista látványosság, mert a kulcsukon keresztül három önálló államra lehet rátekinteni. A máltai rendre, a villa tulajdonosára, az olasz államra és a Szent Péter bazilikára háttérben a vatikáni kertekkel. Ezt az érdekességet más országban nem lehet megtapasztalni. Itt látható a legfőbb elöljáró villája, a máltai lovagrend olaszországi nagykövetének központi épülete, a káptalan, ahol a rend nagymesterét választják, hasonló stílusban, mint ahogyan a pápa választás történik a konklávé alatt. A máltai szuverén lovagrend 900 évvel ezelőtt a keresztes hadjáratok idején jött létre. A római központja teljesen autonóm, amelyre csak a nemzetközi törvények érvényesek. A lovagrend ma főként karitatív feladatokat lát el, főként a menekült krízisben vállalva nagy felelősséget. A rend hosszú és gazdag történelmét jól végig lehet követni az Aventinuson, a Mária tiszteletére emelt templomban. Ezek az zászlók a 15. századi lovagokhoz tartoztak, és a korabeli királyságot jelenítik meg. A templom a mai formájában új keletű, a 18. században épült. Az építész Giambattista Piranesi volt, a templom a hozzátartozó épületekkel és terekkel a legfontosabb munkájának tekinthető. Ez a templom századokkal előtte már állt, ám Rezzonico bíborosnak, 13. Kelemen pápa unokaöccsének a nyomására újraépült. Vagyis az egész homlokzatot és a belső tereket stukókkal díszítették. Ez a stílus főként az oltárban ismerhető fel, leginkább amelyet nemrégen restauráltak, hogy az évszázadok korától megtisztítsák. Az oltár Szent Balázs felmagasztalását ábrázolja. Ő a lovagrend egyik védőszentje, aki a földről a mennybe száll. Lábainál látható a kripta, amelyben az utolsó két nagymester sírja található. Itt egyszerre lehet rátekinteni az örökváros nagyságára, és arra az intézményre, amely hosszú múltjával ma is aktívan kiveszi részét az emberek szolgálatából. Következő adásunkban a Rómába zarándokoló több ezer diakónus ünneplését mutatjuk meg, itt a Római Riportokban.